Szerintem így onnan kezdik, azt már heggeztik. De milyen kerítés? Hát én nem is hallottam erről. Okay, I'm from Aleppo. Mennyi ember jön itt naponta kb? Hát, van 100 biztos, mert ott is fogják őket, innen is jönnek. Milyen tapasztalata van önnek velük kapcsolatban? Hát, ahogy a rádió mondja, hogy Európa már kész. Ezt a rádió mondja, de ön mit mond? Ennek mi a tapasztalata? Hát, én megmondjam az igazat. Valami lesz itt, nem hiába jönnek ezek ide. Mi kik jönnek ide? Mit tud róluk? A kurdok, azt mondják. Hát a kurd szerintem ez egy cigán nemzetiség. Ugyanúgy, mint itt is roma. A roma, az roma. A is kurd, most, hogy angolul gypsy. Hát, egy fene, nem? Tudja, hogy ezek az emberek honnan és mielől menekülnek? Én nem tudom, hogy honnét menekülnek. Hát lehet, hogy ez egy... nem tudom. Háború elől menekülnek. Háború, de hát ennyi elmenekül el háború elől. Nem tudom, hogy mi elől menekülnek, vagy hova menekülnek, vagy hova mennek. It's all destroyed, okay, war in everywhere, killing, slaughtering in everywhere. Yeah, no possible of life there. Én nem ide való vagyok, én Szerbiából vagyok, Szabadkai gyere. Úgyhogy mink úgy hívjuk őket, hogy talibánok. Ez hogy ragadt rájuk, a kurdokat ráadásul? Hát igen, azért mert talibán, arra úgy jönnek Táliába, vagy hogy mondja. Semmi tapasztalatom nincs velük, hogy mit csinálnak, vagy hova mennek. Én, ez nem az én feladatom, ez a rendőrség. Ezek nem próbáltak bántani, igen. Nem is szoktam velük beszélni egyébként. Maybe some people to Germany, some people to Sweden. Okay, so, some to Holland. Van önben aggodalom, hogy itt éljen közben? Nincs, mitől féljek, mi? Ásó, kap a villa, minden van. Kellett már használnia valaki? Nem kellett. Sajnos még nem. Sajnos? Mi a sajnos? Hát mert én éppen nem bírom őket.